Köszöntöm nézőnket, az Akácsziget fürdőben vagyunk, és Décsei Marcellel beszélgettünk, egy fiatal emberrel, akinek vannak karcagi kötődései, de nem karcagiként ért el most nemrég sikereket. Picit beszéljünk arról, hogy hogyan is tudjuk betájolni a családodat, mit kell tudni a családod karcagi részéről. Hát én Kecskeméten születtem, de viszont az apukám és anyukám és egyben az összes nagyszülőm is karcagi. Nagyon szeretek ide járni, meg ugye apa is itt lakik, és igen, nagyon szeretek ide járni a nagyszülőkhöz. A nagyszülőkről azért áruljuk el, hogy Kalocsai Lászlóról beszélünk. Adódik a kérdés, hogy a papa kivitte téged horgászni gyerekkorodban, tehát megszerettette veled ezt az ő általa üzött sportot. Igen, nagyon szeretek vele horgászni, meg még mostanában is visz minket. Ki a téglagyárítóra, meg ide-oda a Tiszához is. És milyen sikerek voltak? Mekkora halat fogtál? Tudod, szokták mutatni, hogy ekkora, de különben mekkora halat fogtál? Vagy inkább csak azért vagy kint, hogy a természetben legyél és a papával? Hát igen, leginkább azért vagyok kint, hogy a természetben és a papával legyek. Nem szoktam ilyen nagy halakra pecázni, mert arra sokat kell várni, és én nem szeretek sokat várni. Hogyan jött a sport az életedbe? Igazából előtte úsztam az 7 évet, és 3 éve kezdtem ezt az egész búvárúszást. Az úgy történt, hogy a régi edzőm, aki még annó 5 éves koromban oktatott, összetalálkoztunk vele a városba, és akkor mondta, hogy menjek már búvárúszni, mert ő most azt csinálja. És akkor lenéztem az egyik edzésre, az nagyon megtetszett, és akkor így ott ragadtam. De mi vonzott? Tehát mondtad, hogy ott ragadtál, de mi tetszett meg benne? Hiszen úszás az abban is lehet sikeres az ember, de a búvárúszás egy fiatal gyereket miért érdekli? Ugye a búvárúszásban uszonyba úszunk, ezáltal sokkal gyorsabbak vagyunk, és én szeretek sokkal gyorsabb lenni. És inkább úszok uszonyba gyorsan, mint mezítláb lassabban. Akkor beszéljünk arról, hogy amikor suliba vagy, akkor milyen egy heted? Ugye versenyünk után mindig kapunk pihenőt, de amikor suliba vagyok, meg így készülünk a nagyobb versenyekre, például országos bajnokságokra, meg nemzetközi versenyekre. Heti 10 edzésem van. Suli előtt reggel 6-ra járok, délután pedig 2-2 és fél órás edzések vannak. Reggel meg másfél órások. Mesélj egy picit előre az Európa bajnokságról, amelyen most indultál. Hát igazából 6 napig tartott, repülővel mentünk, életemben először repültem. A 6 napból 2 nap volt még az ottani felkészülés, meg úgy unblock minden, és a maradék 4 nap volt a verseny. Indultam összesen 6 darab számból, abból a 4x100-as felszíni váltón lettünk harmadikak, és a 4x200-as felszíni váltón lettünk másodikak. Hol volt ez a verseny pontosan? Lengyelországban volt, Poznanban. Milyen érzés volt egyáltalán oda kimenni? Ez volt az első nagy versenyed, úgy tudom, hogy nem a saját kategóriádban versenyeztél, hanem egyel feljebb. Igazából nagyon izgultam, de egyben nagyon örültem, hogy megtapasztalhattam, hogy milyen ez a nemzetközi mezőny, és hogy hát, hogy hol vannak a szintek, hogy hova kell fejlődnöm még 1-2 év múlva. És mit éreztél, amikor elindultál, bementél a medencébe, csak arra koncentráltál, és figyelted a többieket, vagy csak saját magadat? Igazából mindig izgulok versenyszám előtt, de miután beugrok, elmúlik. És úgy, hát mindent kizárok a fejemből, meg néha-néha átnézek a másik pályára, hogy hol tartanak, de összességében csak magamra koncentrálok. Itt említetted, hogy váltó versenyben is voltál, akkor viszont a csapattársakra is figyelni kell. Ilyenkor ezt hogy lehet? Előtte készültök? Mennyit? Vagy egyáltalán hogy állt össze ez a csapat? Ugye ők is, ők már junior válogatottak voltak, már ezelőtt 2 évvel is, és hát lényegében nem kell nagyon készülni, csak a reggeli bemelegítésnél gyakoroltunk pár fejest meg a váltást, hogy úgy összhangba legyünk. Mi az, amiben erősítened kell? Igazából a fejesemet kell kijavítani, mert mindig később ugrok be. De hát úgymond nem jó a reakcióidőm, és az edzőm is azt mondta, hogy ha ezt kijavítjuk, akkor hát igen, elég jó lesz, és sikereket tudok én is elérni egyén számokba. Mondjuk elképzelhető lenne, hogy 20 év múlva te már edzőként oktatod a gyerekeket? Egyáltalán mi a célod, hiszen még azért előtted van nagyon sok év. Igazából én addig szeretnék itt az uszodába ragadni, még csinálom ezt a sportot, nem szeretnék ezután edző lenni. Egyetemre szeretnék menni, és ha minden jól megy, akkor orvos szeretnék lenni. De hát ez a úszás igen nagy helyet fog hagyni a szívembe, ha lehet ezt így mondani.
Jut egyáltalán valamire még időd az úszás mellett? Jó, most nyár van, egy picit mesélj a nyáról, hiszen azért tanévben elmondtad, hogy nem most nyáron. Mi az a bakancslista, amit ki tudsz pipálni? Igazából nyáron tök sok időm van, úgy unblock az emberekre és a családomra is. Úgyhogy nagyon szeretek velük lenni, főleg úgy, hogy évközben tényleg nagyon keveset vagyok velük. Úgyhogy igen, meg nyáron így utazgatunk, de hát nagyon jó, hogy kicsit tényleg együtt lehet a család, és úgymond a barátokra is van idő, mert nagyon csak suliba és az uszodába van időm rájuk. Úgy az ilyen helyeken kívül nagyon nem tudunk találkozni, mert nekem tanulnom kell, meg edzésre mennem. Azért Karcagon vagyunk, van karcagi kötődésed, a birka pörköltel, hogy állsz? Én nagyon szeretem, de megmondom az őszintén, nagyon finnyás vagyok, ezért csak a szaftot szoktam mártogatni. Amikor hazajöttél Lengyelországból, anyukád mivel várt, mi volt a meglepetés vacsora, hogy ezzel köszöntött téged a család? Mikor hazajöttem, egyből jöttünk ide Karcagra a mamáékhoz, és akkor itt ebédeltünk, meg gratulált mindenki a szép helyezésekhez. Büszke vagy magadra? Igen, úgy gondolom, hogy ilyen mezőnyben szerintem tök jó, hogy ennyi idősen ilyen úgymond sikereket lehet elérni. Nyilván lehet hova fejlődni, de hát van idő. Mit jelent neked a sport és az úszás? Hát lényegében szerintem egy életérzés, de hát aki ezt megtapasztalja, hogy milyen úgymond az egész életet feltenni, szerintem hát nem bánja meg. Hogyha az edződdel akkor nem találkozol, és nem viszel erre a másfajta sportra, hanem simán megmaradsz, mint itt mögöttünk is, látjuk, hogy úszó edzéseket tartanak. Abban is lennél sikeres, vagy ez kellett neked ahhoz, hogy egy új dolgot tanuljál meg? Kellett nekem ez a buvárúszás, mert úgymond mezítlábas úszóként szerintem nem tudtam volna elérni sikereket. Akkor jól jártál az edződdel, azért említsük meg őt is. Szabó László. Ifjabb Szabó László. Nagyon szeretem, szerintem a világ egyik legjobb edzője, hanem a legjobb. Türelmes veled? Igen, türelmes, éppen úgy bánik velem, ahogy kell. És anyukád mennyire türelmes, amikor mondjuk reggel kelteget elsőre felkelsz, vagy azért kögyörögni kell, vagy már azért tudod, hogy muszáj menni? Reggel magamtól kelek, és igazából úgy kelek, hogy ne legyen időn gondolkodni, mert mire észhez kapok, addigra a biciklin üljek, és ne legyen visszaút, hogy én most visszafordulok, és nem megyek edzésre. És hogyha elkerülsz Kecskemétről, és mondjuk felvesznek valamelyik orvosi egyetemre, ott elképzelhető, hogy leigazolsz valahova? Tehát mondjuk esetleg egy magyar válogatott, junior válogatottság? Hát ezt még igazából nem tudom, hogy addigra még lesz a jövőm ebbe a sportban, de nagyon remélem, hogy igen. És majd csak akkor szeretném abba hagyni, ha egyszer abba hagyom, hogyha esetleg dolgozok. Hát jó, nyilván fogok dolgozni, de igen, hogyha majd a munka fontosabb lesz.